Jó, elkezdtem. Igen, jó. Jó estét kívánok mindenkinek, jó estét és jó észlelést. A mai esti beszélgetésünknek a témája az MCI észlelés feltöltője, annak az ismertetése, értelme, célja, kezelése. Kalózunk Molnár Péter lesz, akinek most át is adom a szót nagy szeretettel és tisztelettel. Szervusz Péter, itt vagy? Köszönöm szépen. Hello, itt vagyok. Hallasz? Igen, minden megvan. Hallasz? Akkor most úgy látom, hogy kint keringesz valahol. Nagyszerű. De, hát ez csak a háttérkép, sajnos. Hát sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket, és akkor bele is vágok egy megosztással ebbe az előadásba, bevezetésbe az észlelés feltöltő oldal használatával kapcsolatban. Hogyha fölmegyünk a Magyar Csillagászati Egyesület honlapjára, rögtön a nyitó oldalon egy kicsit lejjebb tekerve találunk egy kis ablakot vagy dobozkát, amiben az észlelés feltöltőből származó anyagok jelennek meg időről időre frissülve. Itt éppen egy 1986-os anyag látszódott, most pedig ugrott a kép, és egy 93-as holdrajzot láthatunk Görgei Zoltántól. Bevezetésképpen akkor elkezdeném azt elmesélni, hogy miért is hoztuk létre ezt az észlelés feltöltő oldalt, és mi a haszna, majd pedig bemutatjuk, hogy hogyan is lehet használni, hogyha valaki megfigyeléseket végez, és ezeket szeretné közkincsé is tenni. Hát az Egyesületen belül észlelési szakcsoportok működnek, mindegyik szakcsoportot egy-egy tapasztalt amatőr csillagász vezet, aki egyrészt tanácsokat ad, megfigyelési tanácsokat ad, összegyűjti a beérkező megfigyeléseket, összesítéseket készít belőlük, és ezeket publikálja. Leginkább a Meteor című folyóiratunkban, időnként az Egyesületnek az oldalán is. Mielőtt megszületett volna az észlelés feltöltő oldal, egy probléma volt az, hogy a beérkező észlelések csak a rovatvezetőkhez futottak be, náluk léteztek a maguk, hát vagy fizikai valójában papíron, vagy pedig e-mail formájában elküldött képként és szövegként, és ezek csak a Meteor hasábjain feldolgozás után jelentős késéssel váltak elérhetővé a nagy közönség számára. Ezen kívül a réges-régen elkészült anyagok, amelyeket szintén a rovatvezetők gondoztak és katalogizáltak, szintén nem voltak elérhetőek bárki számára. Ezért jött az ötlet, hogy egyébként a finn mélyégészlelő szakcsoport vagy csoport hasonló honlapjának alapján, hogy készítsünk egy olyan adatbázist, ami egyrészt tartalmazza a régen született észleléseket, illetve ebbe az adatbázisba egy viszonylag egyszerű webes felületen beküldve az új megfigyeléseket, azok ne csak a rovatvezetőhöz jussanak el, hanem azonnal elérhetővé váljanak bárki számára. Hát átugorhatnánk ebbe az adatbázisba, mert most... Igen. Igen. Át is ugrunk. Tehát az adatbázis ezen a címen lakik, észlelések.mci.hu oldal. Meglehetősen, hát grafikailag nem túl kifinomult az oldal, de ezen is dolgozunk, majd lesz szebb. Viszont egyelőre az adatok feldolgozására koncentrálunk. Két dolgot lehet itt látni. Egyrészt már regisztrált felhasználók a szokásos módon, más oldalakon megszokott módon egy azonosító, ami általában egy e-mail cím, illetve egy jelszó megadásával léphetnek be az oldalra. De ha csak böngészni szeretnénk, keresgélni szeretnénk, nézelődni a beküldött megfigyelések között, akkor megtehetjük, hogy regisztráció nélkül lépünk be az oldalra. Ekkor természetesen nincsen jogunk új észlelést feltölteni.
Látunk itt egy megfigyelést, amit Nagy Mélykúti Ákos készített. Ez a megfigyelés ezen az oldalon, ez folyamatosan változik, egy ilyen kis ízelítő abból, hogy mi minden található az oldalon. Ha lejjebb gördítünk egy kicsit, ott látjuk az előbb is említett észlelési területeket, amelyek egy-egy rovatvezető irányítása alatt állnak. Naphold, bolygók, stb. Ezek mind külön választva szerepelnek. Egyedül a változó csillagok szakcsoportnak a adatai nem itt találhatók. Egy változó csillagok fénybecsléseit tartalmazó adatbázis, ez már nagyon régóta létezik, nagyon jól működik, nagyon szépen lehet benne keresni, fénygörbéket generálni, tehát erre semmi szükség nem volt, hogy ezt újra létrehozzuk. Így erre a linkre való kattintás, ez közvetlen átvisz a változó csillag adatbázisba. De ha egyszerűen böngészni szeretnénk, például még objektumok világába szeretnénk bepillantani, akkor az adott kategóriának az ikonjára, vagy a címére rákattintva kapjuk meg az adott területre vonatkozó észleléseket, időrendben visszafelé haladva, tehát látjuk most, hogy a legfrissebb mélyjég észlelés az március 29-ei, és nagyjából az összes lényeges adatot látjuk ebben a táblázatban. Ezt a változó csillagot, ezt a novát figyelte meg Cseh Viktor taktársunk ezzel a objektívvel, és itt van a hozzáfűzött leírásnak egy részlete, első része. A műszer legfontosabb adatai is olvashatók. Ez egy 70 mm átmérőjű, 180 mm fókuszú teleobjektív, amiről itt szó van, de látunk alatta Maksutov-Cassegrain távcsövet, és még számos fajta műszert. Akár a dátumra, akár a képre kattintva meg lehet tekinteni magát az észlelést teljes részleteivel. Például, ha kinyitjuk ezt az észlelést, Sebestyén Attila küldte be Csongrádról, szintén nem egy régi észlelés, március 21-i megfigyelés, fotografikus megfigyelés, látszik, hogy ez egy fényképfelvétel, természetesen rajzokat ugyanúgy fel lehet tölteni képként, mint ahogy fényképeket is fel lehet tölteni. És csak megjegyezném, hogy ez most éppen a hírportálon a hét képe lett ez az M63 felvétel. Zárója, lezárva. Igen. Semmi csak. Igen. Tehát például erre is nagyon jó forrás lehet ez az adatbázis, hogy hét képét választunk, vagy összegyűjtjük például egy adott objektumról az összes fellelhető észlelést, de majd meg fogok mutatni olyan dolgokat, amik szerintem hasznosak. Ugye mindenféle adatot lehet olvasni az alapadatokon kívül, a leginkább az észlelőre vonatkozó adatokat, a műszerre vonatkozó adatokat, a légkör állapotára vonatkozóakat, és hát egy hosszú leírást, amit nagyon hát becsületesen kitöltött ez az észlelő, pontos adatokat tüntetett fel. Ide bármiféle szöveget le lehet írni, egyrészt az objektum látványára vonatkozó észrevételeket, bármiféle megjegyzést, ami az észlelést megnehezítő, vagy megkönnyítő körülményekre vonatkozik, vagy bármiféle vonatkozó megjegyzést. Ugye látjuk, hogy mivel ez egy fotografikus észlelés, itt az észlelő kitöltötte azt is, hogy miféle kamerával dolgozott, és a kamerával milyen paramétereket állított be, hogy ezt a felvételt előállítsa. Ez a kép, ez egy kicsinyített kép, hogy kiférjen a szöveges leírás és az összes többi adat mellett. Tehát, hogyha erre rákattintunk, akkor a kép teljes méretében megtekinthető egy új ablakban. Ezzel a képpel aztán szabadon lehet
letölteni, belenagyítani, hogyha még nagyobb, ez a maximális mérete, éppen szépen látszanak a magvidéket körülölelő spirálkarok, benne a sötét porsávokkal, kis csomósodásokkal, fényesebb vidékekkel. Jó, tehát meg tudjuk tenni, hogy egyszerűen böngészünk az észlelések között. Persze, hogyha a régi észlelésekre vagyunk kíváncsiak, vagy régebbiekre, vagy egy adott hónapban készültekre, akkor a jobb oldalt látható kalendáriumban bármelyik hónapra rákattinthatunk, tehát mondjuk a 1993. októberében készült észleléseket szeretnénk megtekinteni, akkor egy kattintással oda jutunk. Hát nem volt bőséges ez az október, valószínűleg borult volt, de például látunk egy olyan észlelést, ami szintén egy messzi objektumról készült, és ez még egy klasszikus rajzos észlelés. Hát ez a gömbhalmaz, ezt így látta az észlelő ezelőtt mennyivel, 27-8 évvel. Ez hogy került fel, ez a régi észlelőlap? Jó. Hogyan? Kitöltötte föl nyilván? A régi észlelőlapokat sokan dolgoztak ezen. A régi észlelések, ahogy említettük, az észlelős, nem rovatvezetőknél voltak, vagy most is ott van némelyikük. Szépen rendezve, objektum szerint, vagy ezek például a mélyégészlelések, ezek csillagkép szerint rendezve voltak Sánta Gábornál az dossziékba fűzve, nagyon rendesen. Ezeket a dossziékban tárolt lapokat beszkenneltük, rengeteg sok kép, fájl keletkezett így, és létrehoztunk egy Excel táblázatot, amit a jelentkező önkénteseknek elküldtünk sok-sok-sok-sok képfájllal együtt, és az ő feladatuk az, hogy az volt, és most is az a maradék feldolgozandó régi észlelésnél, hogy szépen a észlelő lapokat végigolvassák, és az adatokat beírják ebbe az Excel táblának a megfelelő rovataiba. Tehát végigolvassa, hogy József Sándor volt az észlelő Debrecenben, ez volt az észlelés dátuma, időpontja, a légkör állapota, az objektum valahova föl volt írva, most éppen nem látom, de itt van, persze, kiszúrja a szememet, tehát az M15, ezeket mind beírják, és szintén begépelik a teljes leírást, ami itt kézzel írva található. Ez persze sokszor nehéz kiolvasni kézírásokat, nehéz azonosítani az észlelőt. Többször előfordult, hogy az észlelőket, hát már aki sokat gépelt be hasonló lapokat, már a kézírás alapján tudja azonosítani az illetőt. De bizony, igen, önkéntesek végezték nagyon-nagyon sok munkaórával. Ha visszamegyünk a mély észlelésekhez, a fő oldalra, akkor látjuk is, hogy összesen, te jó Isten, majdnem 13 ezer darab észlelés van, mély észlelés van feltöltve ebbe a rendszerbe. Hát ebből szerintem a minimum a fele az, ami kézzel begépelt Excel táblából betöltött észlelés. Tehát ezek így kerültek be. Sok-sok ember önkéntes munkájával. Hogyha áttérünk egy másik területre, mondjuk az üstökösök világába, akkor most nézzük meg azt, hogy lehet keresnünk is, nem csak tallózni lehet a észlelések között. Megtehetjük azt, hogy csak egy üstökösre vagyunk kíváncsiak. Volt egy ilyen üstökös, amit úgy hívtak, hogy Garrad, elég furcsa írásmóddal, és már is megkapjuk ezt az üstököst észleltek hosszú-hosszú listáját. Ha legördítünk az aljára, akkor már is látjuk, hogy
56 észlelés született erről a Garrad nevű üstökösről, amit most, ha jól látok, akkor valójában több, mint egy üstökös, mert van egy 2006 L1 jelű, aztán van egy 2007 E1, de ha nyilván pontosabban adtuk volna meg a keresési feltételeket, akkor csak azt az üstököst kaptuk volna meg eredményül, amire kíváncsiak vagyunk. A kereséseket lehet kombinálni. Például olyat megtehetek, hogy most állok távcsővásárlás előtt, és szeretném megtudni azt, hogy mégis mire számíthatok, milyen látványra számíthatok, hogyha meg szeretném nézni mondjuk az M13 jelű gömbhalmazt, és az a tervem, hogy hát a anyagi lehetőségeim mondjuk egy 150 mm-es newtont engednek meg, akkor én azt mondom, hogy szeretném megnézni az M13-at, és csak azok az észlelések érdekelnek, amik mondjuk 150 és 200 mm közötti átmérő műszerrel készültek. Ezzel hát éppen nincsen találat, de mindjárt visszamegyünk, hát lehet, hogy csak a objektum jó, akkor keresünk valami mást, és egy kicsit kibővítjük a lehetőségeket. Na. Próbálom, mert szó köz nélkül az M13-at. Szó közzel. Az üstökösök között keresünk, és üstökösök között nincsen M13 jelű üstökös, úgyhogy vissza kell mennünk a fő oldalra, és helyesen a mélyég rovatban kell keresni. Talán látszik, de majd erre külön ki fogunk térni a feltöltésnél, hogy másfajta adatok jelennek meg, hogyha különböző rovatokban dolgozunk. Nyilván vannak olyan adatok, amiket nincs értelme megadni, nem értelmezhetők üstökösök esetén, de mondjuk mélyég objektumok esetén pedig nagyon is hasznosak. És amit kapunk, az az M13 gömbhalmazról készült fotók, észlelések, rajzoknak a gyűjteménye. Összesen 28 darab, amiknek közös jellemzője, hogyha megnézzük a műszer átmérőt, hogy mindegyik 150 és 200 mm közé eső műszerrel készült, tehát nagyjából tudhatom, hogy ha jó égen észlelek, akkor valami ehhez hasonló látvány fog fogadni, hogyha hasonló kategóriájú műszerrel végzem a megfigyelést. Ami még szerintem egy izgalmas dolog, itt a kereséseket persze tetszőlegesen lehet kombinálni, többféle szempontot meg lehet adni, össze lehet vonni, tehát még a fókusztávolságát is behatárolhatom a műszernek, mindenféle egyebet megtehetek. De például van egy ilyen érdekes és nagyon tanulságos funkció, ami néhány objektumnál hasznos. Ez például a napnál lehet bemutatni a legszebben, vagy legérdekesebben, ez a szimultán észleléseknek a keresése. Tehát megtehetem azt, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy 2019 januárjában kik voltak azok, akik egymáshoz képest legfeljebb 60 perc eltéréssel észlelték a napot. És hogyha ezt megteszem, akkor megkapom azokat az észleléseket, amik az adott időhatáron belül, de ugyanakkor készültek. Ez a kettő itt nem érvényes. Itt egy Solar Monitor nevű észlelőnek a neve szerepel. Ez valójában a hasonló nevű oldalról naponta automatikusan letöltött összehasonlítás célját szolgáló kép, amiket a rendszer szintén eltárol. De a következő kép, hármas, ez már rögtön érdekes. Hatházi Csaba észlelte
Hajóhatházról, Áldott Gábor Budapestről és Molnár Iván Szlovákiáról a napot egymáshoz képest nagyon közeli időpontokban. Ez szerintem nagyon érdekes dolog, főleg, hogyha sikerült volna egy kicsit aktívabb periódusát eltalálni a napnak, amikor mondjuk ugyanazt a napfoltot fotózták le többen, hogy milyen, hogy látják a különféle észlelők, különféle műszerek, milyen különbségek és hasonlóságok vannak, de szerintem ez egy érdekes lehetőség. Ugyanezt megtehetem bolygókkal is, megtalálom itt is a szimultán észleléseket. Mikor volt a szépen látható a Jupiter, mondjuk nézzünk egy májust. Itt kicsit szorosabb a időkorlát, de ez is természetesen átírható. Azért szorosabb, mert hogy a bolygó maga is forog, és ugye egy óra alatt már elfordul. És szintúgy megkapom a szimultán elvégzett észleléseket. Itt van egy csomó Vénusz. Úgy látszik, hogy más bolygóról nem született ebben a hónapban olyan észlelés, ami egymáshoz képest ilyen 30 perces, fél órás időeltolódással lett volna. Jó, szerintem nagyjából ezeket mind megmutattam. Letölthető, amellett, hogy megtekinthető, böngészhető az adott észlelési kategória, észlelési terület összes megfigyelése, letölthetők a használatban levő észlelő lapok, amikre lehet rajzokat készíteni, és ezeket kitöltve, beszkennelve, rovatvezetőnek elküldve, illetve erre az oldalra feltöltve, ezek szintén közkincsé fognak válni. Jó, akkor szerintem most megmutatom azt, hogy mi is a dolgunk, hogyha szeretnénk mi magunk is föltölteni ide megfigyeléseket, amik nagyon jó dolognak számítanak, mert hiszen folyamatosan növekvő friss adatbázisról van szó, ami ahogy látszott az előbb, most már több mint 65 ezer darab megfigyelést tartalmaz. Egész egyszerűen regisztrálnunk kell egy e-mail címmel. Az előbb létrehoztunk egy felhasználót, kifejezetten ezzel a céllal, akinek el is felejtettem a nevét és az e-mail címét, de mindjárt beírom. AG. És hát ez egy fiktív észlelő. Igen. Jó, beírunk egy helységnevet, mi legyen a helységnév, mondjuk Szentendre, és valami jelszót kell még megadnunk, amivel majd ő be fog tudni lépni. Itt ugyan nem tárolunk sok információt, hiszen mindössze a lakhelynek a megadására, az e-mail címre és a névre van szükségünk, de mindenképpen ugye valamiféle adatot kezelünk, ezért szükséges az, hogy az Egyesület adatvédelmi tájékoztatóját megismerjük, ezt már ki kell vágni, megismerjük és elfogadjuk. Mondjuk, hogy ezt megtettük. A regisztráció megtételével az észlelő nem kerül rögtön abba a helyzetbe, hogy észleléseket tölthessen fel. Ennek az az oka, hogy szeretnénk azt elérni, hogy a megadott név az egy valódi polgári név legyen. Ugye a mai világban nagyon népszerű az, hogy az emberek az adott különböző fórumokon csak egy-egy becenevet vagy hasonlót használnak,
Ezzel az a probléma, hogy ez az archívum, ez az adatbázis, ez a jövő számára is készül. És ugyanúgy, ahogy most a régészlések feldolgozásánál problémát jelent néha az, hogy azonosítsuk, hogy ezt a rajzot kikészítette, mert mondjuk csak annyi van aláírva, hogy Tamás, vagy csak egy névkód van aláírva. Ezt szeretnénk elkerülni, tehát mindenképpen a jövőre való tekintettel kérjük, hogy egy valódi és polgári nevet adjon meg az illető. A lakhely kitöltésénél nincsen szükség pontos cím megadására, emelet, ajtó, stb. A lakhely is inkább csak azt a célt szolgálja, hogy amikor egy észlelést utána majd végignézünk, vagy kikeresünk és megnézünk, akkor képünk legyen arról, hogy ezt az észlelést ezt el lehet végezni mondjuk egy nagyvárosból, viszonylag fényszennyezett égbolt alól, vagy nagyon sötét égbolt kell ahhoz, hogy ugyanazt az eredményt elérhessük. Jó, én most regisztrálok. Erről a regisztrációról kapok egy értesítést e-mailben, amit mindjárt megmutatok, hogyha megérkezik a címzethez. Még nem ért oda az internet bugyraiban. Hát nem akar ideérni, pedig szerintem jól adtam meg a nevét. Minden esetre fog kapni egy értesítést, ezt akkor most ne várjuk meg, mert amellett, hogy ő kap értesítést, fog kapni értesítést az oldalnak, ennek az adatbázisnak az adminisztrátorai is kapnak értesítést arról, hogy valaki szeretne belépni a rendszerbe és észleléseket feltölteni. Úgyhogy én most belépek, mint én. Egy pillanatra. Igen. Na. Igen. Ugyanazok a pontok jelennek meg számomra is, mint amiket az előbb néztünk, az észlelések áttekintésekor. Megjelenik ez a rész, ahol észlelések beküldésére van lehetőség, mint hogy én is egy észlelő vagyok. És kapok egy értesítést arról, hogy van egy várakozó regisztrációnk, addig most tudok aktiválni. Aki erről az aktiválásról szintén fog kapni egy levelet. És innentől fogva, ha már aktiválva van, akkor ő be is tud jelentkezni. Szintén el kell fogadni az adatkezelési tájékoztatót, és már is be tud lépni a rendszerbe. Az első alkalommal, amikor egy frissen bejelentkező észlelő belép, akkor néhány alapadatot kér tőle a rendszer. Tehát mondjuk nekem van egy refraktorom, egy 80x1000-es refraktorom, és csak ez az egy műszerem van. Ennek az az értelme, hogy ezeket az alapadatokat majd nem kell nekem mindig minden egyes észlelés feltöltésekor kitöltenem, hanem ezeket fel fogja kínálni az oldal, és csak választanom kell például akkor, hogyha több távcsövem is van. És akkor azt fogom tenni, hogy mondjuk hold észlelésem született, elmentettem egy régebbi képet, amit most föl fogunk tölteni, mint észlelés, úgyhogy rámegyek arra, hogy hold,
Itt látszik, hogy az alapadatok nagy részét a rendszer ki is töltötte, ugye a nevemet, a lakhelyt, észlelés helye, ami alapértelmezés szerint ugyanaz, mint a lakhely, az e-mail címemet, ezek nem látszanak természetesen senki számára, csak a rovatvezető, illetve az adminisztrátor látja ezeket. És akkor megtehetem azt, hogy feltöltöm a szép képemet, amit csináltam. Nem itt van, hanem itt van. Ez a Petavius kráterről készült felvétel. Ezt jól feltöltöm, és elkezdem beírni az adatokat. Mondjuk azt, persze ez most hazugság, hogy ezt most ebben a pillanatban csináltam. Elsőjén 17 óra 50-kor, ugye most 19 óra 50 van, amikor most beszélgetünk, de UT-ben kell megadnunk az időpontot. Az észlelés vége az lehetne mondjuk 10-20-30 perccel későbbi, hogyha mondjuk egy rajzot töltök fel, aminek az elkészítése az ennyi időbe tel. Ez a Petavius kráter. Felsorolhatunk persze több krátert, hogyha tudunk azonosítani a felvételen többet. És akkor ez egy refraktor, 80 per 1000. Hogyha használtam mondjuk barló lencsét, akkor beírom ide, hogy volt egy barló kétszerező, a oldal rögtön átszámolja, hogy akkor a fókusz már 2000 mm. Mivel ez egy fotó, ezért nem használtam okulárt, ezeket nyugodtan kihagyhatom. Csillaggal jelölve találjuk azokat a mezőket, amiknek a kitöltése kötelező, ezek nélkül nem is engedi az oldal feltölteni a megfigyelést, tehát hogyha ezeket megpróbálom üresen hagyni, akkor rögtön azt mondja, hogy nem tölti fel, hanem legyek szíves beírni valami értelmeset. Itt van a leírásnak szánt mező, ez az, amiről beszéltünk már, hogy bármilyen észleléssel kapcsolatos megjegyzés, leírás, észrevétel, élmény ide összegyűjthető, tehát írhatom azt, hogy hoppá, gyönyörű, látható volt a magasan járó hold fázisa miatt nem fogom végigírni, mert semmi értelme nincsen, de nagyon sok mindent ide be lehet írni, korlátlan terjedelmű megjegyzést lehet, leírást lehet tenni. És akkor ide beír az ember a kamerának a típusát, érzékenységét, erősítést, ez attól függ, hogy éppen milyen műszerrel dolgozott az ember, mondjuk 1/100 másodperccel exponáltam, és 200 darab képből készítettem ezt a felvételt, ezt én beküldöm. Innentől kezdve elérhetővé is vált a teljes adatbázisban. Tehát ha visszamegyünk, és megnézem a hold észleléseket, amiket megint csak fordított időrendi sorrendbe fogok kapni, akkor azt látom, hogy a 2021 április havi első észlelés az az enyém, és ha megnyitom, akkor rögtön minden adat, amit beírtam, elérhető, és ez nem csak az én számomra érhető el, hanem ettől fogva bárki megtekintheti. Tehát ha kijelentkezem, és belépek csak úgy, mint egy látogató, mint ahogy most beléptünk, mint látogató, ugye nincs senki bejelentkezve, megnézem a holdészleléseket, akkor ugyanúgy meg tudom nyitni a megfigyelést. Ezek az adatok, amiket most bevittem, ezek bekerültek az adatbázisba,
de még van mellettük egy jelzés, hogy ezt a rovatvezető nem látta. A rovatvezető, tehát a rovatvezetők minden este kapnak egy tájékoztató e-mailt, hogy az adatbázisban ennyi és ennyi darab észlelés vár arra, hogy ők megnézzék, és hát úgy mondjuk, hogy elfogadják. Ennek ugye az a célja, egyrészt az, hogy ne kerüljenek fel oda nem való képek, bár erre még eddig nem volt példa. Másrészt nem az, hogy valamiféle minőségi kritériumnak megfelelőket tartsunk csak meg, tehát senkit ne tartson vissza az, hogy ő mondjuk nem olyan szépen rajzol, mint valaki más, aki 10 éve már rajzolja a holdat. Mindenki tud holdat rajzolni, illetve más objektumokat is. Ez a készség, ez nagyon jól fejleszthető. Itt ennek az elfogadásnak csak az a célja, hogy biztosak legyünk abban, hogy nem kerülnek bele hibás adatok. Tehát, hogyha itt mondjuk a kráter nevét elírom, vagy hibásan azonosítok egy alakzatot a holdon, amit viszonylag könnyű megtenni, hogyha az ember nagy nagyítással nézi a holdat, és látja a több ezernyi krátert, vagy valami nem egyértelmű, akkor egyrészt a rovatvezető ki tudja javítani, hogyha például ez az elírás lenne, akkor ő egy mozdulattal ki tudja javítani a helyes névre. Ha pedig nem egyértelmű az, hogy most pontosan mikor történt az észlelés, vagy milyen eszközzel, vagy bármiféle más kérdése felmerül a rovatvezetőnek, akkor itt egy gomb megnyomásával, hogyha én most hold rovatvezető lennék, és akként lennék bejelentkezve, akkor tudnék írni az észlelést feltöltő amatőrtársnak, hogy van egy ilyen probléma, hogy ezt nem tudom azonosítani, vagy rossz a tájolás, vagy bármiféle kérdés, és akkor ezt a észlelést feltöltő amatőrtárs ezt tudja korrigálni. Jó, csak azért, hogy lássuk, hogy mennyire más a megadandó adatok köre. Hoppá, nem fogadtam el a nyilatkozatot. Ugye az előbb föltöltöttünk egy hold észlelést, ahol hát csak az objektumot, mint krátert, vagy rianás, vagy hasonló tájegységnek a megnevezése szükséges, de hogyha például üstökös észlelést szeretnék feltölteni, akkor amellett, hogy szintén tölthetek fel felvételeket, fényképfelvételeket vagy rajkot az általam megfigyelt kométáról, és meg kell adnom szintén a használt műszert. Itt például látszik, hogy mivel az első bejelentkezéskor megadtam, hogy nekem van egy refraktorom, ezt rögtön egy gombnyomással ki tudom választani. Üstökös esetén több adat megadására is szükség van. Például fontos szempont az, hogy az üstökös az észlelés időpontjában éppen a horizont felett milyen magasságban tartózkodott. Nyilván, hogyha nagyon alacsonyan van, akkor nehézkes a fényességbecslés, a üstökös csóvájának a szerkezetét nehéz rajzolni. Ha magasan van, akkor pedig jó körülmények között észlelhetjük. Meg kell adni ugyanazokat a paramétereket, amiket a hold esetén is megadtunk, és itt megint látunk olyan mezőket, amik csak az üstökösekre vonatkoznak, összfényességét, mondjuk ez egy nagyon fényes üstökös volt, 3 magnitúdos szeretnénk látni ilyen fényeset, ebből a magfényesség az 5, és hát a fényességértékekre vonatkozó becslésem, az mondjuk azt, hogy bizonytalan volt. Becslési módszer, összehasonlítók forrás, ezeket mind ki lehet tölteni. Milyen volt a égbolt leghalványabb megfigyelhető objektuma az üstökös környékén, kómájának átmérője, alakja, sűrűsödés. Ezek mind az üstökösökre jellemző és csak itt megadandó adatok. Úgyhogy ezt nem is töltjük ki, de hát el lehet képzelni, hogy hasonlóan
eltérő adatok megadására van szükség minden területen. Például, ha kettős csillagot észleltem, akkor az objektum nevének megadása után és a leírás után a kettős csillagoknál a legfontosabb adat, amit meg kell adnunk, az az, hogy a két csillag hogyan helyezkedik el egymáshoz képest az égbolton, a fő csillagtól nézve, milyen irányban látszik a társa, és milyen távolságra van tőle. Tehát mondjuk nem tudom, hogy létezik-e ilyen objektum. Struve katalógusnak egy kettős csillaga, és azt mondom, hogy a A komponást és a B komponást figyeltem meg, amik 30 ív másodpercre vannak egymástól, és mondjuk 275 fok a társcsillagnak a iránya a főcsillagtól. A szín kitöltése és a fényesség adatok megadása nem kötelező, és ugyanúgy nem kötelező további tagok megadása sem, de például megadhatom azt, hogy az A, mint főcsillag, és a másik társa, az mondjuk távolabb van a főcsillagtól, és teljesen más irányban látszik, mondjuk déli irányban. Jó. Jó. A kettős csillagoknál például nagyon jó lenne, hogyha rengeteg sok észlelésünk lenne, akkor például hasonlóan ahhoz, mint itt a napnál, holdnál, bolygóknál szimultán észleléseket lehet kigyűjteni, meg lehetne tenni azt, hogy pályagörbét szeretnénk rajzolni, akkor beírunk egy, keresünk egy csillagot, mondjuk a Porrima nevű csillagot, látjuk, hogy mindössze 4 darab észlelés született róla, és hát ezek is eléggé közel egymáshoz, alig 3 évre, nem 2 évre egymástól. És hogyha azt mondjuk, hogy ebből kérünk egy pályagörbét, hát ez még nem az igazi pályagörbe, az lenne jó, hogyha itten több tucatnyi pont lenne, és sok-sok évtizeden átívelve ki tudnánk rajzolni a pályagörbét. Itt annyit lehet látni, hogy ez a két pötty, meg ez a két pötty, mint hogyha egymásnak a tükörképei lennének. Itt valószínűleg az történt, hogy a pozíciószög becslése az hát éppen fordítva történt, mint ahogy az égen álltak. Tehát, hogy a nullához vannak közel, meg a 180 fokhoz vannak közel a megadott adatok. Jó. Statisztikákat is le lehet kérdezni, a saját galériát meg lehet tekinteni. Én most léptem be, tehát a saját galériám az ugye egyetlen észlelésből fog állni, de hát mást is lekérdezni. Például az összes észlelőt meg lehet tekinteni, ki hány észlelést végzett a különböző években, és ez összesen hány megfigyelést jelent. 2280 darab megfigyelés van most a Holdra vonatkozó részben. Van egy jó pár minden, amin még lehetne fejleszteni, és majd lesz is fejlesztés. Például a Holdnál meg tudjuk nézni azt is, hogy mely objektumok a legnépszerűbbek. Hát ez ugye a különféle módon való megadás miatt eléggé félrevezető a statisztika, de ezen is dolgozunk, és hát látszik, hogy nagyon sok megfigyelés született például a Claviusról, nagyon szép kráter, egy kattintással előhívhatjuk az összes Claviust mutató rajzot, észlelést. Jó, szerintem ennyit szerettem volna elmondani és bemutatni a,
az oldal használatáról. Nem túl bonyolult szerintem, de bármikor nagyon szívesen adunk segítséget, tanácsot. Itt nagyon kisbetűkkel ugyan, de található egy e-mail cím, bármilyen hiba vagy bizonytalanság esetén, vagy ötlet esetén ide kérünk jelzést, és amint idő van rá, és lehetőség van rá, meg fogjuk oldani, meg fogjuk valósítani azokat, amik érkeznek. Egy kérdésem lenne, itt ő mellettem Kilincs Miklós nevű, vagy Gipsz Jakab, mind a ketten itt ülnek mellettem, és azt kérdezik, hogy miért kell ilyen nagyon sokféle adatot megadni. Mert például a Facebookra, hogyha felröppentenek valami képet, akkor ott nem kell megadni olyan sok adatot. Mit mond? Igen. Hát mit mond? Tehát mit mondjunk Gipsz Jakabnak? Hát ahhoz, hogy Gipsz Jakabnak? Hát sajnos muszáj megadni több adatot. Van olyan rossz tapasztalatunk, hogy sok esetben olyan alapvető adatok is hiányoztak a beküldött régi észlelésekről, mint például az észlelésnek az időpontja. Nagyon sok olyan megfigyelés született, aminek az időpontját az hát csak satszolni lehet. Ugye a bolygók esetében például egy időpont megadása, lehetőleg percre pontosan, az rendkívül fontos, mert a bolygók, Jupiter, Szaturnusz nagyon gyorsan forognak, viszonylag gyorsan megjelenhetnek rajtuk olyan jelenségek, amiknek a észlelése az nagyon fontos. Kitör egy vihar, és megjelenik egy folt, vagy amire már volt többször is példa, hogy élőben, miközben a felvételt készítette az amatőr csillagász, történt egy becsapódás a Jupiterbe. Tehát itt a perc pontosságú adatnak a megadása az nagyon fontos. Hát az üstökösök esetén is borzasztóan fontos például a fényességnek a becslése, mert ebből, hogyha nagyon sok adat összegyűlik, már pedig az a célunk, hogy minél több észlelés gyűjjön össze egy-egy objektumról, nagyon szép fénygörbét lehet rajzolni, föl lehet vázolni, mert lehet tanulmányozni szakcsillagászoknak is azt, hogy hogyan változik az üstökösnek a fényessége, ahogy közeledik a naphoz, egyre nagyobb aktivitásnak van kitéve, és hogyan esik vissza, ahogy távolodik, és csökken a naptól érkező besugárzás, hogyan történnek mondjuk kitörések az üstökösökön. Tehát mondjuk egy kitörésnek a felfedezése, hogy a fényesség az hirtelen megemelkedik, az is egy borzasztóan fontos dolog. És hát észleléseket akkor tudnak rovatvezetők pontosan és hát tudományos igényességgel földolgozni, hogyha minél több adat áll rendelkezésükre. Tehát ez nem csak egy képarchívum szeretne lenni, hanem egy igazi megfigyeléseket tartalmazó adatbázis, és emiatt nem csak a rajzos, fotós észleléseknek van nagyon fontos szerepe, de például a bolygók, vagy mélyég, vagy bármelyik kategóriában szinte nyugodtan megtehetem azt is, hogy feltöltök egy észlelést, amihez csatolok egy nagyon pontos leírást, és egyetlen képet sem teszek mellé, mert a leírásból minden kiderül. Most itt közben, hogy beszélgetünk, egy mélyég rajz van fent jobbra a sarokban, most már eltűnt, igen. De ott például nem volt megadva az időpontja, tehát óra, perc nem volt megadva az észlelésnél, és hát valószínűleg az észlelő 20x60-as binokulárt használhatott, de ez csak úgy tippelem, mert ott valamilyen 20 per valami volt feltüntetve, valószínűleg nem volt az észlelőlapon megadva pontosan. Hát ezt már nem tudjuk ki. Igen. Sajnos van olyan, aminél ezt nem tudjuk visszanyomozni. Ott csak azt tudjuk megadni, ami az észlelőlapon szerepel. Időnként jönnek jelzések, hogy mondjuk név nélkül felvitt rajzoknál jelentkezik az észlelő, hogy ráismert, hogy ez az ő észlelése, és akkor ezt ki tudjuk javítani, ez nagyon jó dolog, de sajnos vannak ilyen időpontilag bizonytalan, észlelőileg bizonytalan
megfigyelések is, főleg a régiek között. Hogy állunk most a régi észlelések, az archív észleléseknek a felvitelével? Vannak még feladatok? Viszonylag jól. Vannak feladatok, úgyhogy ha valakit érdekel ilyen jellegű otthonról is kiválóan végezhető munka, hiszen csak képek olvasásáról és nézéséről van szó, és Excel tábla kitöltésről, azt nagyon nagy örömmel vesszük a segítséget. A nap tulajdonképpen elkészült, szintén a hold is. A mély észlelések azok nagyon jól haladtak, az üstökösök haladóban vannak, ami most éppen a legtöbb munkát fogja adni, ez a kettős csillagoknak az észlelései. Ugye ezt Talabér Gergely taktársunk most szkennelt be egy nem tudom hány kilós dobozt, nagyon sok észlelőlap volt benne. Ezeket most felszabdaltam, kisebb csomagokra, ilyen 50-60 darab képet tartalmazó csomagokra, és ebből van még, hát vagy 60 darab ilyen csomag. Hát 60-szor 50 darab lap, az 3000 lap, és hát van olyan, amikor egy lapon ugye az észlelő egy havi észlelését küldte be, tehát mondjuk van rajta 10-20 kettős csillagnak az adata. Tehát itt még rengeteg sok munka van. És még biztos van, lappangó be nem küldött anyagok biztos mindenfelé akadnak még a sifonérban, vagy a láda fiában. Igen. Jó, a Kinics Miklós, minden köszönjük esetre a tájékoztatást. Oké. Minden esetben nagyon jó lenne, hogyha minél többen használnák ezt a felületet, töltenének fel megfigyeléseket, akár azon frissiben, hiszen nagyon hasznos, nagyon jó dolog egyrészt csak nézegetni is a képeket, inspirációt is ad, hogy én is tudok ilyen leírást készíteni, én is tudok ilyen rajzot készíteni, és hát tudunk ugye visszautazni a múltba is. A mikor is startolt ez az oldal? Mikor kezdődött ez az oldal működni? Emlékszel még rá? Hát 2014-ben kezdődött igazán működni. 13-ban volt már egy kezdetleges változata, de 2014-től kezdtük ugye folyamatosan bevezetni azt, hogy a rovatvezetők ide kérik az észleléseket betölteni, vagy feltölteni, az ide küldött észlelés feltöltés számít beküldésnek, már nem kell papíron, e-mailben írogatni, amiket nekik úgyis összesíteni kell. Tehát például itt egy 1958. szeptemberi adag a Mars akkori közelségéről. Talán ezek a legrégebbi beszkennelt anyagaink. Ott fejjebb láttam egy fejes nevet, tudjuk a keresztnevét is a fejesnek, Fejes Imre, régi amatőrtárs. De szerintem még előfordul még máskor is a Fejes Imre neve. Biztosan. Igen, csak szerintem itt is az van. Sőt, nem, itt rajta is van. Nem tudta elolvasni. Aki beszkennelte. Igen. Ez érdekes. A beverő. Kultúr, történeti. És hát ugye nincs leírás, meg semmi nincsen. De hát tényleg csak egy ilyen kis kartonlapra rajzoltak láttak akkoriban. Nem volt túlzásba víve. Igen. Még nem volt ilyen kidolgozott észlelőlap, mint manapság. Hát attól függetlenül még ez egy érték, ez a régi sorozat is. Hát, mintha az 56-os opozícióról lennének rajzok, mert biztos születtek. Hát, nem találkoztunk még vele. Hát, lehet, hogy nem születtek, mert akkora volt a terhelés az Urániában, hogy egyszerűen nem tudtak talán észlelni. Tehát egy hónapban 1000 ember, vagy 10 000 ember lett el az Urániát 56 szeptemberében. Hát aztán októberben meg tudjuk, hogy bezárták egy fél évre.
65 ezer észlelés, ez nagyon komoly anyag. Mikor lesz meg a 100 ezredik vajon? Igen. Hát nem is biztos, hogy olyan nagyon messzire van. Nem is tudom, mikor volt. Volt egyszer egy cikk, nem olyan régen a MCF oldalon, hogy a 60 ezredik észlelés. Hát az egy éve, nagyjából egy éve ezelőtt volt szerintem, tavasz, május. Na, most akkor lebukunk. Aha, május 11. Igen, itt van. Tavaly május, tehát egy évvel ezelőtt volt a 60. 630 felhasználó. Hát akkor ez egy sikeres projekt. Bejött. Hát reméljük, igen. És jó lenne, hogyha még többen használnák, akár nézelődésre, gyöngyölködésre, akár valamiféle kutatásra, tájékozódásra, akár részelések feltöltésére. Igen. Például ugye vannak ilyen érdekességek, hogy valahol olvastam, hogy a 80-as években van, hogy sokkal több felszíni formát, idézőjelben felszíni formát figyeltek meg az Uránuszon, meg a Neptunuszon. Itt van például egy mikori? 84-es rajz, amin szintén vannak valamiféle részletek, és minthogyha mostanában nem lennének ilyen könnyen megfigyelhető részletek ezen a gázbolygón. Aztán ott van a Jupiter vörös foltja, amiről ugye kimutatták, hogy zsugorodik. Például ezt is meg lehetne nézni, hogy a most már 50 évre visszamenő bolygórajzokon összevetve a mai észleléseket és fotókat látszik-e, hogy tényleg zsugorodik. Biztos látszik, vagy hát szerintem látszana, de lehetne ilyen kis kutató munkákat is csinálni. Jó, szerintem majdnem teljesen kimerítetted a témát. Úgyhogy köszönjük ezt az összefoglalót, és mindenkinek jó észlelést, jó feltöltést kívánok. Van valamilyen végszavad? Igazából nincs. Mindenki észleljen, amit csak tud és szeret. Az égbolt mindenki. Csinálni kell. Csinálni kell, hogy Berko Ernő mondogatta, milyen egyszerű gyerekek. Köszönjük szépen, akkor jó észlelést, jó feltöltést mindenkinek.